Kellemes időben, de szerényebben zajlott az év első bánáti búcsúja magyar csernyén. Kevesebb vendég érkezett, és elmaradtak a szokásos nagyobb családi összejövetelek is. Pénteken a Szent Ágot a plébánia templomban bemutatták a búcsúi szentmisét, vasárnap pedig kirakodó vásár volt, amit ezúttal a piac téren tartottak meg. Éveken keresztül szervezett kirakodó vásár volt, amely a Kossuth-Lajos utcában és a templom környékén valósulhatott meg. Az idén nem így van, be kell tartani az intézkedéseket, de független ettől hiszem azt, hogy a gyermekek örülnek a legjobban annak, hogy akármilyen kevesen is lesznek a kirakódók, de csak lesz, és ahogy szokták mondani, hogy búcsúfiát sikerül venni, vagy vehetnek. A határon túlról nem érkeztek haza elszármazottak, de a vajdaságban élő egykori csernyeiek közül volt, aki hazajött. Elköltöztünk a család után, a gyerekek után Kelebiára. Munkába álltunk mind a kette, de mindig örömmel jövünk vissza a szülőfalunkba. Ugye ez szívünk is visszahúz. Itt vannak még édesanyám, testvéreim, barátok, akiket mindig örömmel körüljárunk, szívesen találkozunk vele. A csernyei búcsú, azelőtt a mi házunk előtt volt a kirakodás, nagyon sokat az ablakból is bírtam nézni. A Szent Ágota templomot Csekonics János gróf építette, és 1844. októberében szentelték fel. 2010-11-ben kültéri és beltéri felújítási munkálatot végeztek rajta. Védőszentje Szent Ágota, aki vértanúságával tanúsította, hogy számára semmi se volt lényegesebb, fontosabb, mint az, hogy Isten beengedje az életébe. Mi is halandó emberek ebből azt tanulhatjuk meg, hogy minden egyes nap számunkra egy kegyelem, egy ajándék, amit a mindenhatótól kapunk, hogy azt jól, értékesen és céltudatosan használjuk fel. Vagy nem mindig az a fontos, az a lényeges, amit mi akarunk vagy szeretnénk, hanem legyen meg bennünk a bátorság, és bízzuk bátran életünket, minden egyes napunkat a mindenható Istenre. A csernyeiek bíznak abban, hogy a körülmények lehetővé teszik majd, hogy a nyáron megünnepeljék a falunapot, és megtartsák a csernyeiek találkozóját. Egy év múlva pedig már a megszokott módon ünnepeljék a búcsút is.